A színész páros, Özöe Áron és Aux Éva kapcsolata döcögősen indult, olyannyira, hogy eleinte nem bírták elviselni egymást. Ennek már jó pár éve, hiszen egy közös színdarab során egymásba szerettek, idén pedig hivatalosan is összekötik az életüket. A Jászai Mari díjas színész, Özöe Áron így emlékezett vissza szerelmével, Aux Évával való megismerkedésére. Távol állt az én világomtól, bár a nőiességét mindig elismertem. Mégis, ha meghallottam a nevetését a társalgóból, már fordultam is ki a színészbejárón. A házasság hosszú évek óta a terveik között szerepel, de az elmúlt időszakban óriási veszteség érte a színészt, mert az édesanyját koronavírusban veszítette el. Özöe Áron arról is őszintén mesélt a Blicknek, hogy mikor mondják ki a boldogító igent. 5 vagy 6 éve tervezzük, de nem egyszerű egyeztetni a munkákkal. A környezetünk, a fiaink már kérdezgetik, mikor házasodunk. A tervek szerint még ebben az évben. Szeretnénk megadni a módját, nem 2 előadás között nagy rohanás közepette letudni. Özöe Áron és Aux Éva boldogsága igazi örömhír, hiszen az utóbbi időben Kulcsár Edina és Csuti, valamint Horváth Gréta és Medgyes Dávid válásával volt tele a sajtó.